Fél éves előkészítés előzte meg a sepsiszentgyörgyi Osono új előadását. Az Ismeretlen Barátok Társasága, avagy Piknik egy japán szőnyegen című kétnyelvű produkció román és magyar fiatalok személyes történeteire épül, merészen felmutatva a mindkét oldalon tapasztalható előítéleteket, majd lehetőséget nyújt, hogy a közönség is kibeszélhesse a két nemzet együttéléséből adódó jó vagy rossz tapasztalatait. Az előadás alaphelyzetét a vegyes családból származó Krista születésnapja adja, amelyre meghívta úgy a magyar, mint a román barátait is. A kezdeti fagyos légkört hamar felváltják az indulatok, ahogy a fiatalok egymáshoz vágják különböző előítéleteket. A pálinka vagy a cujka jobb, ki miért nem beszél románul, melyik nemzet milyen, majd annyira összevesznek, hogy elrohannak a születésnapi partiról. Van, aki magyarnak tart, van, aki románnak, de én szeretem azt, hogy ilyen fele apa, fele víz vagyok. Tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy azért a projekt első hónapjában azért csontig hatoltunk ebben a témában. Az elején nagyon zavarban voltunk, aztán utána már eljutottunk oda, hogy együtt nevettünk a történeteinken. Az Ismeretlen Barátok Társasága, vagy Piknik egy japán szőnyegen című kétnyelvű előadást fél éves műhelymunka előzte meg. A szövegkönyvet a magyar és román fiatalok személyes történetei alapján rakták össze. Elsősorban megtanultam magyarul, persze nem beszélni, de sok kifejezést megismertem, megértem, amit mondanak, azt hiszem ez a legnagyobb hozadéka ennek a projektnek, a magyar nyelv megismerése, és hogy szocializálódhatunk magyar kollégáinkkal, akik remek fiatalok. Nem fórum vagy dokumentum színház az Osono előadása, ennek ellenére a magyar és román fiatalok vallomásai megbolygatják a nézőket. A produkció észrevétlenül csúszik át beszélgetésbe, amiben a közönség is bekapcsolódik, saját élményeit megosztva a román-magyar együttélés kérdéseiről.